Hát a múlt alkalommal egy szögletes asztal mellett tudtuk, most még sikerült ilyen kerek asztalt szerezni, és az a pozitívum, hogy nem lesz szedély, meg ilyen tányér, meg ilyen előeszköz csörgés, mint a múlt alkalommal volt. Úgyhogy meglepetés, hogy egy valami helyszínre megtartatjuk ezt a rendezvényt. És hát szeretettel köszöntöm Nikodémus Antalulat, aki hát a mi tagságunk, meg hát a régi kollégák nagyon jól ismernek, és Fodor Zoltán urat, akivel azt hiszem most találkozunk először. Hát, Nikodémus úrnak is új beosztása van, hogy a külügyminisztériumban tudomány diplomácia főosztályvezető, és hát ez adta az apropót arra, hogy olyan területtel próbáljuk megismerkedni, amelyet eddig nem olyan ismertünk. A tétatassé hálózatról tudjuk, hogy létezik Magyarországon, és azt is tudjuk, hogy közben is látok időnként, hogy ennek pályázatot, és valaki meghirdette valamelyik országban, valaki jelentkezett rá. De igazából én azt hiszem, hogy így emblok nem tudjuk, hogy mit csinálnak a tétatassé. És hát Fodor Zoltán úr pedig korábban irányította ezt a hálózatot, és úgy gondolom, hogy ők ketten, az új, illetve a régi vezető, hát autentikus befelek nekünk mutatni, hogy valójában mit is csinálnak ezek a hivatalnokok. És hát utána aztán mondom, hogy számos kérdés lesz, mert nekem is ugye a határján, hogy valami megszik az információt, nem is hogyan kerül ez hozzá. Úgyhogy hát át is adnám a szót először Antalnak, és akkor egy rövid prezentációval egyszerűs mutatva a hivatalnak. Köszönöm szépen elnök úr Zoltán, és ezt a baráti bemutatás hívásom is a kollégámnak is köszönöm, hogy elfogadta a kérésünket, hogy ebben a témában, ami némi önkritikával kezdve számomra is, hát ha nem is teljesen új, de újszerű, és ezért is gondoltam, hogy a kép teljeségéhez az is hozzátartozik, hogyha erősítést kérek. Tulajdonképpen ha megengedik, akkor egy fogalmi, tehát hogy mi is, ahogy az elnök is jelentette, hogy valóban hát, ez a kormányzati diplomáciának egy szakpolitikai, nagyon is akár konkrét operatív eszköze, és van egy tulajdonképpen az ország fejlettségéhez mérten egy hozzátartozó intézményrendszer, költségvetés, stb. Ezek azok a dolgok, amiket persze el kell mondani, de azt gondolom, hogy egy ilyen körben hát ezek többi kövésé mutatkozunk minden kormányzati területen, ugye a logisztikában is hasonlóak, csak a neveknek, a szociológiai. Legyen, és a diplomácia közötti viszony. Ezt a egyébként is nagyon sokrétű és ilyen általánosságban feltéve túlzottan is komplex viszony kell egy kicsit a vetületeiben a különböző nézeteit kifejteni, hogy igazán meg tudjuk értetni, vagy hogy miben is áll a tudomány diplomácia, a modern tudomány diplomácia funkciója. És én tulajdonképpen leegyszerűsítve, de ezt a viszonyt három szálon, három vetületében, három nézetében szeretném így most fogalmilag felvezetni önöknek. Az egyik az, amikor a tudomány, tehát én ezt angolul kezdem, science in diplomacy, tehát amikor a tudomány maga ugye a eredményeivel, kutatásaival, egyáltalán a kutatási tevékenységgel beszáll hatékony eszköze, eleme a diplomáciának, ez tulajdonképpen valóban nem, tehát egy nekünk egy peremfeltétel, tehát sem a kollégám, sem én, nem vagyunk természetesen még csak nem is tudósok, de még ilyen értelemben a tudománnyal cselekvő módon nem foglalkozók. Viszont az, hogy mennyire lényeges a diplomáciában a tudomány szerepe,
azt én kezdésképpen egy önálló szál, vagy önálló dimenziónak tekintem, amikor a tudomány diplomácia napi, tehát szorosan hozzánk tartozó eszközrendszeréről, meg egyáltalán fogalmáról gondolkodom. Hát elég, és itt magyar történelmet és a magyar diplomáciai hagyományokat tekintve, gondoljunk akár a 19. századi Körösi Csomától a nagy orientalistákig, ugye hát a földrajzi felfedezések, most az Afrika kutatás, Kelet kutatás, Teleki térképét még ma is a japán gazdaságföldrajzban használják, tanítják, amit ugye még ugye a múlt század elején, ugye ő volt az első, mondjuk a Teleki Pál, aki egyáltalán Japánról modern értelemben tudományos térképet készített. Nem beszélek a trianoni szerződéshez, a Kartarus, de ami ugye egy nagyon fontos hozzájárulása a tudomány, most itt a tudományból, most én a földrajzot emeltem ki, természetesen ez ugye csak példálózás kedvéért, de mindenképpen látható, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos erőforrása a diplomáciának. Tehát egy magát komolyan vevő diplomácia mögött, ha nincsen agytrösz, nincsen tudomány, ez természetesen legalább annyira, hanem inkább vonatkozik a mai diplomáciára, mint a 19. vagy 20. század fordulójából vett ismert és most már klasszikussá vált példák. De nagyon fontos, hogy modern értelemben magyarul is hozzáférhető a Kissinger Kína könyve, esetleg talán ebből a körből olvasták, az Antal József Tudásközpont gondozásában jelent meg, vagy Brzezinskinek ugye a geostratégiai játszmák, ami szintén egy magyarra lefordított, vagy Kohl kancellárnak ugye a fal leomlására ugye emlékező, de nagyon is hiteles memoriál. Tehát hogy sorolható, tehát egy sor olyan aktív politikusok által a közvetlen diplomáciát segítő tudományos tevékenység, amit én a Science in Diplomacy körébe tartozom, de hogy ne menjünk messze, gondoljunk csak most ugye a logisztikai szövetségben vagyunk, ugye nyilván ismert, hogy Bécs az ugye geopolitikailag mindig is egy versenyhelyzetű, hát város, nagy régió, és ugye ott mennyi egész Európa, főleg közlekedés és hálózati, logisztikai, stratégiai feltételrendszerét ugye előkészítő diplomáciai központok, agytrösztök működnek Bécsben, kicsit úgymond köztünk szólva kisajátítva azokat a kutatásokat, hogy hol legyenek a paraméterek, a paraméterkönyvek, a nyomvonalak, ugye, amik a számunkra nagyon fontos észak-dél is, de ez is mi, ha nem tudomány a diplomáciában, tehát magyarán azok a kollégáink, most a Rupert professzortól sorolhatnám itt az ismert neveket, akik ezekkel ugye évtizedes, tényleg magas színvonalú kutatások, vajon kapnak-e most diplomáciai értelemben esélyt, hogy becsatlakozva a bécsi agytrösszekbe hozzájárulhatnak-e az ilyen módon a transz-európai hálózatok paraméterkönyveibe, ami világos, hogy nekünk nem is annyira nehezen belátható diplomáciai érdekünk, hogy ezek a nyomvonalak az ország ugye geostratégiai pozíciót erősítik-e, közömböse kitérnek, vagy egyáltalán ebben a régiós versenyben ugye ez milyen esélyt biztosít. Tehát magyarán ez a fajta tudomány, azt gondolom a diplomáciában,
erről keveset beszélünk, de annál fontosabb látva a mai ugye bonyolult, szinte áttekintetetlen biztonság vagy energia politikai dilemmákat, ugye amikor tényleg akár a vezetékek, gázvezeték, stb. És ezeknek az egész eurázsiai vetületű összefüggéseit kell átlátni, akkor ugyan jó, hogyha a magyar külpolitika mögött is van, és lehet az egy külügyi intézet, vagy ilyen tudományos szakértők, akik ilyen forgatókönyveket nyilván csinálnak, csak ugye hát ezek a diplomácia, hát ugye döntéshozatalát segítő, vagy ahhoz hozzájáruló elemek. Tulajdonképpen erről önmagában természetesen lehetne egy előadást tekinteni, de menjünk akkor tovább a második elemre. Nagyon egyszerű, mert ugye két szóból csak ugye három elemű változatot lehet csinálni, tehát permutációt, vagy tehát a másikat én úgy tekintem, hogy science for diplomacy, tehát amikor már a tudomány az a tudománypolitika segíti az aktív diplomáciát. Tehát itt már nem kutatásról van szó, hanem például egy olyan, most, hogy megint konkrét példával világítsam meg, mondjuk a World Science Forumra készülünk most ugye 15-ben, ez egyébként november, itt az akadémia falai között lesz, tehát jó helyen mondom, tehát november 4 és 7 között, tehát az idén, és hát ez egy ismert, ugye kicsit ilyen zsurnalista módon ezt ugye úgy mondják, hogy a tudománypolitika Davosza, tehát egy világ esemény, és valóban ez egy, a kis Magyarországnak ez egy igenis jelentős, hát igenis diplomáciában apró pénzre vál, lehet, hogy ide jön a Ban Ki-moon, ide jönnek valóban Nobel-díjas professzorok, stb., hadd ne soroljam, tehát könnyű belátni, hogy a Science for Diplomacy az is egy nagyon fontos erőforrása a szakmánknak, hogy tudjuk megszervezni, vonzóvá tenni ide, hogy akkor Budapestről beszéljenek, és akkor itt már egy lépésre vagyunk, a Science for Diplomacy gondolatmenetet egy kicsit elmozdítva, az úgynevezett ország brand, vagy ország imázsnak is szokták mondani, vagy ország kép, ami ugye megint egy nagyon fontos diplomáciai szempont, és ez ugye nem mindig kedvező, és ugye a magyar történelmet most már a Trianonról is volt szó, hát azért nem lehet azt mondani, hogy a magyar országkép Európában vagy világban mindig kedvező volt, és mindig számunkra olyan képet tudtunk magunkról ugye kivetíteni, mint amit mi gondoltunk, vagy akár csak igazságosnak tartottunk. Tehát nagyon is praktikus diplomáciai szempont, hogy milyen egy országkép, és ahhoz a tudomány, most akár szélesebb értelemben a kultúra, sport, ugye most itt világeseményekről van szó, vízilabda, stb., tehát látható, hogy az országban, most én a science-et egy kicsit szélesítem, tehát de ezt a fajta soft power, tehát a diplomáciának ezeket a gazdaságon kívüli, tehát könnyű vagy puha elemeit, mint az ország, a magyar országképnek igenis releváns elemeit szeretném így egy kicsit exponáltabbá tenni, annál is inkább, mert a magyar országképre egyébként nagyon érdekes, ez én is most egy ilyen ENSZ kiadvány lapoztam föl, van egy úgynevezett Good Country Index. Ugye ez egy a benchmarking klub, tehát ezt aztán nem kell mondani itt ebben a körben, hogy milyen indexek vannak a legkülönbözőbb területén, 1-től 100 mondjuk hány ország van, 50, 60, 70, 80, és akkor ebben a Good Country Indexben nagyon sok hát részindex szerepel, és egy kompilációs index, mint akár milyen tisztességes
innovációs vagy versenyképes index, és ebben az összesített, tehát a summary index az olyan 60 és 65 között van, hát az nem mondhatnánk, hogy olyan különösen előnyös, de hát erre mondjuk, hogy ez sose volt, sajnos a magyar, ez is egy külön téma lehetne, hogy miért ennyire nehéz dió az országimázs itt Magyarországon, de mindegy, most ennyi, viszont ha lebontjuk elemenként, tehát összetevőnként, most anélkül, hogy elmondanám a részletes indexnek ugye a teljes ugye tartalmi elemeit, akkor azt látjuk, hogy a science rész, tehát ami közvetlenül tudomány, az bármilyen furcsa, én szinte el sem hittem, de a 9. Tehát ez azt jelenti, hogy a tudományos képünk a egész világban, a ESEHOL, tehát 170 országra van ez a Good Country, a 9., ami világos, hogy egy overrate, tehát ez mi se hisszük el, de éppen azért mond sokat, hogy igenis van tere a diplomáciában a tudománynak, tehát science for diplomacy, tehát hogy ebbe tényleg van tartalék, nem véletlen, hogy a kormányzat is most próbálja akár még erejét is megfeszítve sporteseményekkel, mert ugye a kulturális rész meg a sport az a következő, az egyébként 13. Tehát hogy itt lehet úgymond nyomulni és javítani akár közvetve, vagy talán közvetlenül is az egyébként nem összességében nem túlságosan rózsás összindexet. Tehát ez is egy vetülete, és én azt gondolom, hogy nem lebecsülhető vetülete. Nyilván nincs minden évben World Science Forum, meg olimpia, meg világbajnokságok, de hogy ebben az országban ezek a soft eszközök, ezek kihasználandók és kihasználhatók, az azt gondolom, hogy talán nyilvánvaló. És hogy még egy kicsit még mindig ebben a körben maradva, nagyon fontosnak tartom, és ez még nincs kihasználva, egyfajta hát kulturális, hát nyilván a léptékünkhez, erőforrásunk közé, egy kulturális dominanciát. Tehát ugye Klebersbergnek is az volt a Trianon után az igazán átütő programja, hogy a lefegyverzett ország egy kulturális dominanciát próbáljon ugye mutatni. Most én azt gondolom, hogy nyilván egészen más geopolitikai és feltételrendszerben ez a fajta kulturális dominancia, egyáltalán ennek a ne nevezzük dominanciának, de mégis egy régió szintű, koncentrált és tényleg diplomáciailag apró pénzre váltható kulturális gyarapodás, ez lehet, és program az ilyen látványos eseményeken túl is, és ennek ugye az egyik legfőbb hordozója a mobilitás, a tehetségvonzás, az egyetemeink nemzetközi esítése, alkalmassá tétele, most itt a orvos szakoktól, nyugodtan mondhatom a logisztikát, mert itt a Zoltán barátom segített, és ezt ezúton is itt köszönöm a taktársaknak is, hogy ugye megkerestek a Bécsi Egyetemről, hogy az ő csereprogramjaikhoz, hát itt is látjuk, hogy Bécs mennyire versenyzünk, ugye most persze más összefüggésben mondom, de és ugye hát itt a Zoltánék percek alatt fölhajtottak nem is tudom hány releváns címet, amiket mi természetesen a most már formális diplomáciai csatornákon, amire majd azért rátérek, természetesen terítettünk is. Tehát gondolják el, hogy az Egyesült Államokban minden évben olyan 26-600 ezer diák agy megy be, és hogyha vissza is megy abból több százezer, azok előbb-utóbb vezető szerep a legkülönbözőbb kormányokban. Ilyen baráti ellenség, most teljesen ilyen. Tehát ez a úgynevezett public diplomacy. Tehát amikor valóban ingyen diplomácia, egy amerikai alumni, tehát ha visszamegy is, azt ő nem felejti el, hogy,
ott szerezte a diplomáját, léptékében még egyáltalán egy napon a mi lehetőségeink, de az, hogy tényleg ez diplomáciailag mennyire aknázunk ki, még tudjuk-e fejleszteni, az azt gondolom, hogy egy kormányzati, egy nagyon fontos eleme lehet egy ennek a Science for diplomáci irányzatnak. És akkor harmadik elem, azt akkor már ugye könnyű kitalálni, amikor a diplomácia van a tudományért, káposztáért. Tehát tulajdonképpen igazából, és itt most már akkor a Zoltán ezt vezette föl, tehát ez az igazi Schuster maradjon a kaptafájánál című, hát ugye nekünk és a kollégámnak adatott feladat. Tehát amikor igazán hát exponáltan tétpolitikáról és ehhez tartozó intézményrendszerről beszélünk, akkor azért erről beszélünk. Tehát magyarán, hogy a diplomáciai ugye hát alrendszerünk vagy kormányzat a maga eszközeivel, külképviseletekkel, szakdiplomátáival, a szerte ugye 101 néhány itt ugye külképviseletről beszélünk, hogyan tud a science, tehát a tudománypolitikához, ha tetszik, a kutatásfejlesztéshez vagy a innovációhoz hozzájárulni. Tehát tulajdonképpen ez a harmadik elem, ami közvetlenül ugye arról szól, amit most egy pár talán ez a felvezetés után azt gondolom, hogy érdemes hát ennek egy kicsit az operatív szintjeit legalább vázlatosan áttekinteni, és hát bocsánat. De ez most jó. Tehát itt rögtön akkor egy kicsit a sűrűjébe kerültünk. Ugye az intézményrendszer, amit hát azért kezdem mégis ezzel, nem minthogyha ez lenne a logikus sorrend, de mivel a fogalmat körüljártuk, azt lehet mondani, hogy most talán ezek a aktuálisan legfontosabb tudnivalók, mert ugye itt a K+F intézményrendszer nagyon tehát erőteljesen átalakult, egy azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé integrált a teljes kis túlzása, de a teljes szakpolitikát ugye integráltan magába foglaló entitás, ez a bizonyos NKFIH, ugye ami tulajdonképpen az egész hát kormányzati szakpolitikát leképezi, és ugye itt most mi, ahogy a fogalmok már láttuk, tehát ezt most mi csak és hát kizárólag a diplomáciai, tehát a külügyi, külgazdasági dimenzióban követjük. Tehát itt látszik, hogy egy elhatárolási probléma van, hogy természetesen a szakpolitikai stratégia és policy making, tehát a hivatal beleértve a nemzetközi prioritásokat is, hogyan tudja ezt az eszközrendszert, magyarán a diplomáciai testületeket, az ottani szakdiplomatákat, ezeket a külgazdasági és a külpolitika által irányított intézményeket, különböző vegyes bizottságok, stb. Úgy hát működtetni és együttműködve a külüggyel, hogy abból valóban praktikus hát a tudomány vagy a kutatásfejlesztés javára szülessenek egyezmények, csereprogramok, hadd ne soroljam, amik ugye az egésznek a termékei. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy maga a szakmai hát irányítás, az, hogy,
hogy tulajdonképpen mit, úgy is mondhatnám egy kicsit, hogy mit játszunk le, azt a Pálinkás professzor úr által irányított hivatal, tehát ő a zeneszerző, mi meg megpróbáljuk ezeken a rendelkezésre álló, talán szűkös, de azért még mindig nem biztos, hogy teljesen kihasznált intézményrendszeren lejátszani, és ugye a diplomáciai a szakdiplomatáinkon keresztül a mi koordinációinkkal, és itt nagyon lényeges, hogy a kormányzat nem csak a szakpolitikát próbálta integrálni ezzel, hanem a diplomáciát is, mert hozzákötötte a külgazdasághoz a klasszikus diplomáciát, és ugye ilyen értelemben azok a testületek, illetve azok a külképviseletek már ugye legyenek a Föld bár ilyen értelemben bármely pontján, azok már egy integrált modellben gondolkodnak, tehát hogy tulajdonképpen a kettő azért el is válik, tehát a mindennapi működést, az, hogy zongorázunk ezzel az integrált külképviselő rendszerrel, abba kevésbé, és nem is érdeke a szakpolitikának beleszólni, de az, hogy nemzetközileg mire van szükség a kutatásra, mely relációkban, milyen ágazatokban, vagy milyen tényleges kutatási ugye, konzorciumokra támaszkodva, és azokhoz természetesen a náluk lévő eszközök milyen felhasználásával, arányaiban ugye, tudjuk ezt előrevinni, az természetesen a szakpolitika ugye feladata, és ugye itt az utolsó sorban ugye jelenleg egy ez egy ilyen kicsit furcsa szám, ez a 8 állomás hely, tehát jelenleg 8 tehát 8 helyen van szakdiplomata, tehát tét szakdiplomata, nagyon könnyű elmondani és érdemes is, mert ennek tulajdonképpen a alap mintázata, tehát ez a pattern-je, ez még a nyugodjék Ungor akadémikus vagy professzor úr, így nyugodtan mondhatom, hogy áldásos tevékenysége vagy munkája gyümölcse. Ugye egy nagyjából 20 évvel ezelőtti mintázat, ami ugye természetesen a nagy európai központokra összpontosult, tehát itt elsősorban ugye Berlin, Párizs és ugye London, természetesen ugye Moszkva, ami ugye geostratégiailag rendkívül fontos, nem beszélve arról, hogy a korábbi nukleáris kutatási kapcsolatok akár máig hatóan mennyire meghatározóak. Később Tel Aviv, tehát ugye amikor ezek a entrepreneurship, startup, ugye a technológiai inkubáció már azért a 90-es évek második felében ugye látványos eredményeket hozott, ugye akkor tájékozódott a nemzetközi K+F politika, és akkor nem maradhat ki Washington, illetve most a tétatasi az New Yorki, de az már csak egy részletkérdés, hogy ott a főkonzulátus mellé rendeltem, vagy a állomás helyén működik az amerikai tétatasink, és akkor a világ túloldalán, tehát Kínában, Pekingben, és Japán, Tokió, de ezek a alapvetően azért megvoltak már a 90-es években ez az alapsú. Most az a kérdés, hogy ugye, és tulajdonképpen erről szól egy hosszabb előadásom, de ettől megkívánom önöket, hogy most ebben az új intézményrendszerben, ezekkel az alap feladatokkal, szereplőkkel érdemese ugye a trendeket és a geostratégiai változásokat mint egy követve, lehet ez keleti nyitásnak vagy délinek, most mindegy, hogy címkézzük, de hogy
valóban érdemes-e, és hogyha igen, hogy ennek utána menni, hogy ugye a 90-es évek elejétől ugye mégiscsak eltett 20-25, lassan 30 év, tehát hogy ez a fajta diplomácia, tehát hogy tud-e ez a globális kiterjesztés a pénzét behozva hatékony lenni, hogy előre vigye az innovációt, káfuszefer, akár úgy is, hogy az európai állomáshelyeket csak éppen tartjuk. Persze nyilván ott azért közben megjelent az Európai Unió nyilván a csatlakozásunkkal, tehát azt azért ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen Európában már a KKUSZEF-nek a nemzetközi része az alapvetően szinte a pályázati részt tekintve ugye a Horizon 2020, stb. Tehát azért azok multilaterálisak. Tehát itt egy nagyon fontos, ez egy V4-es dia, és én itt most egy csomó mindent összeszedtem, de nem célom, hogy nagyon megkavarjam önöket, de az Európai Unió az azért nagyon fontos, mert az nem bilat probléma. Tehát nekünk persze Európában természetesen kell, és ragaszkodunk is ahhoz, hogy legyen bilaterális, tehát kétoldalú, tehát követségekhez, klasszikus követségekhez rendelt KKUSZEF diplomata, tétatasé, de igazából annak is az a feladata, hogy hát egyebek mellett persze, de az alapfeladat, hogy a Horizon 2020-ben a nagyon gyenge, hát ehhez a 9. helyünkhöz, hogyha már elnézést, hogy visszacsatoljak a országképhez, gyenge részesedésünket a Horizon pályázatokból. Tehát hogy ugye ezt valamelyest kompenzálja. Tehát, hogy diplomáciai feltáró munkával, konzorciumépítéssel, most tényleg ebben mondom, jó, hogy egy mobilitási részben, de ugye kértem a segítséget, tehát, mert ezek végül is a apró munka nem ilyen látványos, mint ahogy én erről beszélek, mert ezek tényleg ilyen millió e-mail meg szervezés, de pontosan ez a fő funkció, hogy ezt a fajta európai tudományos versenyképességünket legalább a potenciált ugye betöltve biztosítsuk, és ezért van Párizs, London, Berlin, hogy tényleg azok az attasék ugye tudjanak a STAKI-nak, vagy a erre alkalmas agykutató, stb. Itteni műhelyeink partnereket szerezni, bevonni őket nagyobb programokba, előbb ugye hát lobbizni, stb. Hadd ne sorolja. Tehát Európának igazából a bilat attasék is, hogy így mondjam, a nagy európai multilaterális KKUSZEF-hez vannak hozzá kötve, és természetesen nem lebecsülve azért a klasszikus kétoldalú munkát, de ott azért alapvetően a kiválóság, a tudományos H20-20-as programok, és ugye valóban a globális irányok, tehát a Európán kívüli irányok pedig ugye azért nagyon fontosak, hogy ugye a KKUSZEF tevékenységünkhez megfelelő piacokat tudjunk találni. Érdekes ez, hogy Európán belül a KKUSZEF-be mi egy ilyen sajátos felzárkózó helyzetben vagyunk. Ezeket majd gyorsan, csak azért, hogy majd úgyis mindenki letöltheti, hogy lássák, hogy nagyjából itt a helyünket, a summary innovációs, tehát hogy egy felzárkózó helyzet, tehát hogy közvetlen a KKUSZEF-ünkkel nem tudunk piaci sikereket elérni, még a erősnek tartott mondjuk a gyógyszer, tehát a Richternek is, ha megnézik, a igazi exportterülete az Európán kívüli, tehát a Glaxo, vagy a Novartis, vagy tehát ezek a nagyon erős európai, ugye klasszikus, innovatív gyógyszer, tehát ott nem, őszintén szóval nem tud labdába rúgni a magyar tőkeszegény gyógyszeripar, viszont ugye ezt a burkot át tudja esetleg lépni, tehát Közép-Ázsia,
akár Dél-Koreában is, vagy Vietnám, Brazília, tehát latin területek, tehát de mondhatnám a szolgáltatásokat is, a mobilitási programokat, hogy milyen egyetemek, az egyetemeinket milyen térségből, milyen diákok fizetik meg, látszik, hogy hát az nehezen várható, hogy az Stanford helyett ide jöjjenek. Bár azért a Lovász Akadémikushoz, ugye itt a Bolyár Grafiszokta Egyetemre jönnek azért amerikai diákok, de látszik, hogy azért ez egy aszimmetrikus dolog. Tehát magyarán nagyon érdekes, hogy az innovációban, ami igazán piac, és az valóban, ugye, és egy referenciát kell szerezni, mert nyilván előbb, ha eladja Brazíliába, Mexikóba, onnantól kezdve, ha van FDI engedélye, akár már mehet az USA-ba is, tehát, de ez egy kicsit ilyen inkrementális dolog, és mi ezért valóban gazdaságilag fontosnak tartjuk, hogy a EU-n kívüli térségekben legyen tétatasé, és ahogy mondtam, a külgazdasági oldal, a K plusz F és a külgazdasági oldalban ott sokkal nagyobb fantázia van, legyen az egy mobilitási program, legyen az egy szellemi export, most akár agrárinnováció, vagy egy vízgazdálkodás, az sorolhatnék sok magyar szempontból perspektívikus erősnek tart, vagy egy orvosi műszer vonal, ami ugye a megfelelő nisben, piaci referenciával, megfelelő kapcsolatokkal, diplomáciai erőforrásokkal igenis talán nagyobb gradienst hozhatnak, és talán én remélem, hogy hoznak is a külső, ilyen értelemben a globális, tehát a keleti vagy Európán kívüli. Én tulajdonképpen nagyjából amit nagyon fontosnak tartottam, elmondtam, és tekintve, hogy meg a kollégámat is kérem, hogy egészítsen ki, és hogy ne húzzam az időt, és nem visszaélve a türelmükkel, én nagyjából ezeket tartottam fontosak, talán még annyi, a diák ezeket többé-kevésbé, amiket itt kiemelve, talán egy kicsit túl dimenzióválva elmondtam, de ezeket tartalmazzák, tehát a fejlettségi rangsorokat, az uniós politikát, tehát az, hogy mennyire meghatározó az EU-n belüli kiválóságban a magyar felzárkózási stratégia, és hogy ehhez mennyire fontos, hogy ugye helyzetbe jusson a magyar erre tényleg alkalmas intézményi kapacitás. Egy olyan dolog van, ami talán érdemes lehet, így gondolkoztam én is egy kicsit, hogy így trendekben nézzük, vagy a nagyjából a mostani az innováció az nagyon kapcsolódik a akár a generációs felfogásokhoz, a jövő, tehát az, hogy a megfelelő társadalomnak, generációnak milyen a jövő képe. És ezzel szeretném, ha megengedik, befejezni, mert ugye azért is beszéltem egy kicsit az Európán kívüli dolgokról, mert így a szakirodalomban azt lehet olvasni, hogy egy ilyen négy osztatú, kicsit ilyen leegyszerűsített modellben, tehát ugye egy jövőkép az ugye lehet optimista, és mondjuk úgy, hogy pessimista. És lehet definit, tehát hogy meghatározott, tehát célzott tervekkel rendelkező, tehát specifikus vízióval rendelkező, és lehet indefinit. És nagyon érdekes, hogy ezt pont az amerikaiak mondják magukról,
hogy ugye ők ugye az Elvis Presley 50-es évek baby boom nemzedéke, az, ami itt is ugye a német gazdasági csodát szülte, az egy ilyen optimista definit. Tehát ugye, és az, hogy az amerikaiak ugye hát most már nem küldenek a Holdra embert, már régen nem. Tehát ugye hatalmas nagy projektek voltak, és tulajdonképpen az optimizmus az mindig egy specifikált, meghatározott terv, definit gondolkodással kötődött össze, és ugye a 80-as évektől valahogy, hogy már ugye nincsenek ezek a tényleg, hogy valóban ilyen értelemben látványos projektek, mondjuk az Apollo program ezért jó. A 80-as évektől átment egy indefinit optimizmusba, ami többé-kevésbé ma is ugye az internet korábban tart, és ugye ez azért nagyon lényeges, mert az esélyeket az túl méretezi, tehát overrating, és a hozzávezető planninget meg underrating, tehát azt leértékeli. Ezt nevezik az amerikaiak maguk, ez nem másokról, magukról mondják, hogy ők egy ilyen indefinit optimizmusban vannak, és ugye tulajdonképpen ez, hogyha válságra visszavezetjük, ugye ezek a buborékok, stb. Valahol mindig ebből vannak, hogy befektetek, veszek, adok, nem tudom pontosan, hogy mire, de csak csináljam. És akkor, mert ugye nincsen igazán specifikus, definit elképzelés, hogy én most embert akarok a Holdba jutatni, vagy most atombombát akarok csinálni, most ilyen értelemben még ezt is így értékmentesen mondom, tehát hogy mert az egy akárhogy is csúnya dolog, de egy definit, tehát hogy egy nagyon is felépített, és ezek ugye hiányoznak a gondolkodásból, és ugye itt jutunk el ahhoz, hogy vajon a világ más térségeiben is, Európában milyen helyzet van, és engem meglepett, hogy ebben a felosztásban a Európát hát egy ilyen indefinit pessimizmusban látják, tehát hogy mindig rosszabb lesz, de nem tudjuk, hogy pontosan mikor és hogyan. És ebből levezetik ezt a hát hogy egyszer élünk, utazunk, vakáció, tehát ez a, ami ugye hát a Európának egy versenyképességi hátránya, hogy most úgymond keveset dolgozunk, vagy legalábbis a versenytársakhoz képest, tehát megnyújtjuk a vakációt, és éppen ezért, mert egy ilyen indefinit pessimizmusban vagyunk, tehát jobb úgy se lesz, most még van valami, hát akkor próbáljuk ezt jól értelmes mindennapi élvezetekkel. És nagyon érdekes, hogy a definit pessimizmust az amerikaiak a kínaiakra mondják, hogy szerintük a kínai gazdaság és társadalom az minden ellenkező híresztelése szemben, és ez engem is meglepett, most ez tényleg én is csak így interpretálva mondom, hát definit, tehát hogy látja, hogy nem igazán ezen a pályán nem tud utolérni, tehát erőforrás korlátokba ütközik, most az lehet klíma, lehet energia, környezetszennyezés, stb. Tehát egyszerűen annyira hát nagy ez a nyomás, a felzárkózási nyomás, hogy ezt a kínai politika igenis hát egyfajta pessimizmussal, de igenis tudatos pessimizmussal hát éli meg, és tulajdonképpen ebben a helyzetben valóban most hát ha ezt elfogadjuk, vagy legalábbis megindít, akkor ez egy nagyon fontos dolog, és ezért tartom nagyon fontosnak a szövetséget is, hogy a magyar KPSZ politikában nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek
bizonyos nis területeken tudatos, specifikus programok, jövőképek, azokon a technológiákon, azokban a területekben, itt néhányat orvosi műszertől kezdve, most ugye az innovációs nagydíjat pont egy, ez a szanatmetálkat, tehát ahol ténylegesen valóban a mérnöki munka, az előrelátó fejlesztés, tehát hogy hogy tud piacot teremteni, hogy tud bővülni, és én ebben látom igazán a tudománydiplomáciának az igazi küldetését, hogy az ilyen fajta, tehát ahol specifikus mérnöki műszaki vállalkozói víziók vannak, tehát ha tetszik egy definit optimista maga szűk területén, ahhoz, ha szüksége van, akkor mindig számíthasson a tudománydiplomácia rendszerére. És tulajdonképpen nekem így ez a személyes, hát most nagyképűen had, de így baráti körben elmondom, tehát ez a személyes arszkoetikám, hogy az ilyen fajta cégekkel, vállalatokkal, projektekkel keresem a találkozási alkalmat, és ezt nem tagadom, hogy a régi barátok, meg szakmai kollégiális közeg, mint a logisztikai egyesület, ez mindig vonzott, és őszintén szóval pontosan ezért vonzott, mert itt találtam ezt a fajta mentalitást és ezt a fajta gondolkodást a mindennapok apró pénzre váltható erejében. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmet. Zoltán, egész is már kilégy szíves, csak itt hogyha esetleg... Bocsánat, én kérnék még egy kis szót. Hát azt szeretném mondani, hogy köszönöm szépen ezt a részletes előadásodat. Ez mondjuk konkrétan nekem azt jelentette, hogy mennyire nem jól ismertem a kormányzati munkának vagy a diplomáciának ezt a részét. És illetve mást gondoltam róla, mint amit most tőled hallottam. És hát nem tudom, hogy mások ezzel hogy vannak, mennyire voltak tájékozottak tisztában ezzel a területtel. Én egy csomó dolgot gondoltam, hogy mit csinálnak, de igazából most akkor tőled tudtam, hogy valójában mi is történik. És akkor kérném szépen Fodor Zoltán, hogy ezt a felvilágosító munkát akkor folytassa.